baj akkor kezdődött, amikor területileg is átadtak bennünket, lehet azonban, hogy nem tiszta szívből, de mégis így történt, egy tőlünk keletre levő diktatórikus, szörnyű nagyhatalomnak, a Szovjetuniónak, illetve annak érdekterülete lettünk. Életem egyik legrosszabb pillanata volt, amikor 44. december 11-én az első orosz katonát megpillantottam. Az utcánk sarkán. 12 év telt el, mindaddig, amíg kitört a forradalom. A 12 év alatt nagyon sokan, nagyon sokféleképpen váltak ennek az úgymond népi demokráciának az ellenzőivé, ellenségeivé. A dolognak szovjet oldalról nézve még volt egy sajátossága, hiszen a 19-től kiépült szovjet diktatúra csak tovább vitt egy már a cárok által is ápolt gondolatot, hogy világhatalommá kell válni, meleg tengerpartokat kell szerezni. Ennek érdekében nagyon korán a lehetséges elfoglalandó területekből összeszedték azokat az elvakult kommunista érzelmi embereket, akiket átképeztek, kiképeztek, agymostak diktatúrájuk szolgálatára. Ezek az emberek mindenhova, így Magyarországra is visszaérkeztek a szovjet csapatokkal együtt, és a vállalt feladatukat elkezdték teljesíteni. 1956. Egy folyamat utolsó pontja. Amikor a háborúból kilábaló ország kereste az utat, kereste, milyen irányba menjen el, akkor már volt bizonyos kapaszkodó. A háború előtt, a két háború között a népi írók, a szociográfusok egy sor konkrét elképzelést dolgoztak ki, hogy milyen legyen az új magyar társadalom, amelyik a háború után majd, vagy valamiféle fordulat után, hát elindul. Különösen a háború alatt erősödött fel az a mozgalom, amelyik azt gondolta, hogy Magyarország jövője nem lehet más, mint a társadalmi igazságszolgáltatás. Vagyis a nagybirtokok szorításában élő kis paraszti és cselíd zsellér népességet földhöz kell Magyarországon juttatni, hiszen olyan óriási energiák szunnyadnak, amelyeket csak ez a változás szabadíthat fel. 1944-45 fordulóján az első dolga az volt a magyar politikai elitnek, hogy kiosztja a földet. Tolna megyében az Aponyi, az Eszterházi birtokok, hitbizományi birtokok és Dombovár alá benyúló pécsi püspökség birtokát kezdték el elsőként osztani. Több tízezer család kapott földet. Tehát ennek az új rendszernek, de nem csak Tolna megyében zajlott ez a folyamat, az egész országban zajlott, ennek az új rendszernek az ideológiai alapját ez az igazságszolgáltatás adta. A gazdasági alapja pedig a kisbirtok lett. A politika lényege az volt ekkor, hogy ezt a földhöz juttatott parasztságot, amelyik az ország zömét jelentette. Ebben az időben az ország kétharmada a földből élt Magyarországon, ezt juttatni a hatalomba. Tehát a politika és a hatalom így függött össze. A földosztással együtt már és azt követően népfőiskolák jöttek létre, hogy ezt a parasztságot helyzetbe hozzák. Vezetőket neveljenek ki közülük, akik a helyi és országos szinten is
vezetni tudják a parasságot és az országot. Ez a vezető képzés és ennek a célja tulajdonképpen kiderült akkor, mikor 45 őszén megtörtént az első választás, és a kisgazdapárt nyerte meg a választást. Vagyis ennek a folyamatnak tulajdonképpen a logikus következménye volt ez. Itt Olna megyében is elsöprő győzelmet aratott a kisgazdapárt, és a nemzeti paraszpártnak is nagy sikere volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a gazdasági intézkedések és a ráépülő politikai rendszer nagyon szinkronban volt ebben az időben. 1945 tulajdonképpen a földosztásról és ezzel telt el, hogy berendezkedett az új államhatalom, az új kisparaszti struktúra. Ez a gazdaság azonban rendkívül sérülékeny valami volt. Ez azt jelenti, hogy a paraszti életmód és a paraszti gazdálkodás nagyon bonyolult dolog. Azok, akik földhöz jutottak, azoknak nem volt elég eszközük, nem volt vetőmaguk, nem volt vonóerejük, és egy sor, nem volt szaktudásuk sem. Hát reggelente kidobolták a faluba, hogy milyen munkát kell csinálni, hiszen az eddig önálló paraszti gazdálkodást nem végző emberek nem értettek ehhez a nagyon bonyolult, az állatok, a növények, a betegségek, az időjárás, meg ezer más dolog. Tehát aki nem születik bele a paraszti élet ezer apró bajába, az nagyon nehezen tud megbirkózni ezzel. De volt ennél egy nagyobb problémája is ennek a struktúrának. A fő probléma az volt, hogy ez a mintegy 8-10 kateszteri hold föld, amely hát ma hektárban gondolkodunk kb. Fele ennek, 6 hektár körül, 6-7 hektárnyi területen gazdálkodott a parasság. Ez az első generációnak is csak a nyomorszintet jelentette. Az az elképzelés, amit hát Németh László fogalmazott meg a Kert Magyarország programban, ugye, hogy ez a parasság majd Kert Magyarországot csinál az országból. Ez azt jelentette, hogy Tolna megyében 1947-re ez az új paraszti struktúra a saját kenyerét sem tudta megtermelni. Azért nem, mert közben aszályos esztendők jöttek, megindult az agrárolló, ugye a beadási rendszer és egyéb más problémák jöttek, ami ezt a struktúrát rendkívül sérülékenyé tette. Nem beszélve arról, hogy ez csak az első generációnak volt nyomorszint, ha belegondolunk abban, hogy a következő generáció között ez a föld már osztódott volna, akkor már a perspektíva, tehát ennek a társadalomnak a jövője teljesen kilátástalan volt. Vagyis nagyon rövid idő alatt, 1945-től 47-ig olyan válságot ért át ez a Tolna megyei parasztársadalom, amelyiknek a létrehozása már illúziókon alapult, hiszen olyat gondoltak, ami ekkor már Nyugat-Európában nem létezett. Tehát ez a fajta paraszti életmód, életmodell, gazdálkodás már kimenőben volt világszerte. A földosztást minden politikai erő támogatta Magyarországon. Azért volt ilyen gyors, és mondhatjuk, hogy sikeres volt ez a földosztás. Ez abból látszik, hogy a parasság új falukat hozott létre, a tanyavilág helyén új faluk jöttek létre, Tolna megyében is Fürged, de a tanyavilágban iskolákat hoztak létre, önálló önkormányzatokat hoztak létre, és ebben a baloldali pártok is partnerek voltak. Azért sikerülhetett ezt végrehajtani. Azonban már ebben az időben
azt a fajta politikát, amelyik az ország jövőjét a paraszti vezetésre alapozta. Ezt a politikát a baloldali pártok, a kommunista párt és a szociáldemokrata párt a kezdetektől kezdve már helytelenítette és gyanúsnak tartotta. Indokolatlanul a kezdeti időben, hiszen koalíciós rendszer volt. Igaz, hogy a kisgazdapárt túlnyerte magát, ő volt a hatalom birtokosa, de koalíciós kormányzás volt. És mivel itt voltak ténylegesen a szovjet csapatok, és abban az időben a SZEB, a Szövetséges Ellenőrző Bizottságnak meghatározó szerepe volt az ország dolgának, a sorsának az irányításában, és ők, mivel a Szövetséges Ellenőrző Bizottság a megszálló szovjet erőkre bízta az ügyek magyarországi intézését, ők pedig a kommunista pártot tartották szövetségesnek, tehát az egész politikai életben meghatározó szerepe volt a kommunista pártnak. És érdekes, hogy még a kisgazda párt irányította a földosztást, de kommunista minisztere volt a földosztásnak, Nagy Imre kezében volt ez. Tehát a fontosabb kérdések, amelyek stratégiai jellegű kérdések voltak, azok a kommunista párt kezében voltak. A gazdasági minisztérium, a nagybankok bányák államosítása is a kommunista párt kezdeményezésére kezdődött el. Tehát olyan folyamatok indultak el a kezdetektől kezdve, népi demokratikus forradalomnak nevezték ezt az átalakulást, amelyik, hát, hogy mondjam, a nép kezébe, ténylegesen a nép kezébe akarta adni a dolgok irányítását, a hatalom birtoklását, és ez a koalíciós időszak, tehát a több pártrendszer alapvetően adott is erre bizonyos reményeket a kezdeti időben. Tehát 47-ig viszonylag jól működött ez a struktúra. Demokratikus struktúra volt, tehát ebből a szempontból jól működött. Gazdaságilag nagyon sok volt a gond, bár az újjáépítés azért megkezdődött. Különösen a városokban nagy ütemben ment ez a munka. De politikailag a kötélhúzás a kezdetektől fogva ment. Rendszerváltásnak nevezett politikai puccs, mert ennek is szokták nevezni. Ez azzal kezdődött, hogy a Rákosi körül csoportosuló politikai elit a sztálini modellt akarta Magyarországon megvalósítani. Ez a sztálini modell, tehát ez nem a marxizmusra épülő modell. Marx nem foglalkozott ezzel a fajta átrendeződéssel. Egyetlen mozzanata van, amit tőle vettek át, ez a proletár diktatúra gondolatköre, kezdeti időszakra Marx említi ezt. Sztálin azonban ebből az elméletből sajátságosan orosz modellt csinált, amit aztán Rákosiék szolgai módon átültettek a magyar valóságba. Úgy kezdődött az osztály nélküli társadalom kiépítése, hogy egyformává kell tenni az embereket. Hát a tulajdonba, a birtoklásba nem tudták egyformává tenni, egyformává kellett tenni a nincstelenségbe. Senkinek nincs semmije. Elkezdődött a tulajdonok elkobzása. Államosítás több lépcsőben, nagy tulajdon, középtulajdon, kis tulajdon.
1951-re már nem maradt tulajdonosi önálló egzisztencia. Az értelmiségi sorra került az üldöztetésbe, aki nem értett egyet a kiépülő, úgymond népi demokráciával, arra nagyon könnyen rámondták, hogy szabotőr, hazaáruló. Ennek természetes következménye volt súlyosabb esetben a halálbüntetés. 1944 és 56 között a 12 év alatt körülbelül 1000 halálos ítélet született ilyen címen. Vagy súlyos börtönévek. Jobbik esetben internálótábor, munkatábor. Ennek a szenvedő alanyai is több tízezren voltak. A munkások azért voltak elégedetlenek, mert ők ugyan 7 nappallá téve dolgoztak az újjáépítésen megható odaadással, áldozatkészséggel, éhbérért, és az infláció miatt szinte névleges fizetésért. De nem volt elég a teljesítményük. Egyre fokozódó munkaversenyek, fölajánlások, ilyen-olyan mozgalmak, és a gyárakban is, üzemekben is, műhelyekben is jelenlevő agymosás, a szabad nép felolvasó félórák, ami szinte nevetséges, elemista módszer volt, primitív módszer volt, de alkalmas volt arra, hogy az agyak híguljanak. A diákságnak meg az volt a baja, hogy a saját bőrén érezte, hogy megkülönböztetés van közöttük. Vannak jó származásúak, és vannak nem megfelelő származásúak. Tehát a származás szerinti továbbtanulási lehetőség nagyon sok értelmes fiatalt mélységesen sértett. Olyan társadalmat kell csinálni, ahol az anyagi javak társadalmi tulajdonban vannak, és a javak elosztása ezáltal igazságossá válik. Most tulajdonképpen ezzel kezdte a Rákosi Magyarországon is a ténykedését, hogy meghirdette a magántulajdon elleni harcot. Vagyis amikor a hatalmat megragadta, 47-48-ban a fordulat éve után, azzal kezdte, hogy minden magánegzisztenciát 10 főnél kevesebb munkást foglalkoztató kisüzemeket, de utána a többit is államosította. Mindent államosított tulajdonképpen, ami magántulajdonban volt, minden gyanús volt, ami magántulajdon volt. Még a kis paraszti birtokok is, vagyis azok a birtokok is, amelyeket az a kommunista párt közreműködésével osztotta ki a parasztoknak. Tehát azok is gyanúsá váltak, a paraszti birtokok visszavételére találták ki ugye a TSS-ítést, a kolhoz rendszert, amelyik megszünteti a paraszti gazdaságokban a magántulajdon. Az állami vállalatokat pedig 1948-tól államosították. Tolna megyében az összes ipari üzemet ekkor államosították. Néhány hét leforgása alatt végbe ment ez a folyamat, amikor hatalomra került a kommunista párt. Vagyis az első mozzanat ez volt, a magántulajdon eltörlése. A fő probléma az, hogy az államosítással együtt megkezdte az osztályharc hirdetését. Vagyis azt mondta, és ez a sztálini elmélet, hogy osztályharcban lehet győzelmet aratni, tehát nem csak a vagyonokat kell államosítani, hanem a volt uralkodó osztály ugye, tagjait, akiket államosítottak, vagy kifosztottak, hát ezeket is likvidálni kell. Elkezdődtek a különböző internálások, deportálások, táborok, ahova elvitték ezeket az embereket, indokolatlanul, mert olyan hatalmi háttérrel volt akkor már a magyar politika, hogy
hogy nem volt erre szükség, de az osztályharc éleződése ezt. Na most azért mondom ezt, mert az ideológia volt ez mögött, az ideológiai alap. Azt jelenti ezt, hogy az osztályharc éleződése azt is jelentette, hogy nem csak az osztály idegen elemek ellen lehetett fellépni az osztályhoz éleződésével párhuzamosan, hanem a párton belül, most már az egy párton belül működő belső ellenzéki hangok ellen is. Hát Rajkék likvidálása tulajdonképpen az osztályharc éleződése miatt volt. Tehát ez volt az ideológiai háttere. Vagyis itt az ideológia ilyen lépcsőfokokon keresztül épült ki, egészen addig, amíg eljutott ez az ideológia a személyi kultuszig, Rákosi személyi kultuszáig. Létrehozta a ideológia védelmére az ÁVÓ-t, AVH-t, államvédelmi hatóságot, amelyik őrködött minden olyan ellenkező hang leszerelésére. Tehát ez a rendszer, ez az ideológia önmagába visszatérő kört alkotott, a gazdaság teljes központi irányítása ugye a rendszerbe, a személyi hatalom kiépítése és az ellenség teljes likvidálása. Rákosi szava járása volt, hogy ebben az országban mindenért a párt felel, ezért mindenhez van joga mindenbe beleszólni, mindent irányítani. Ez azt jelentette, hogy az élet minden területére beleszólt, mindent irányított. A központi irányítás az üzemekben azt jelentette, hogy tervgazdálkodás volt. Tehát megmondták, hogy hány pár cipőt kell a Bonyhádi cipőgyárnak, az igazgatónak csak annyi dolga volt, hogy ezt a központi akaratot megvalósítsa. Tovább nem volt gondja. Ha nem tudta megvalósítani, akkor az volt a feladata, hogy a normákat szorítsa, emelje, hogy ezt a központi akaratot végrehajtsa. A bíróknak megmondták, hogy kit kell elítélni, mert úgy gondolták, hogy ehhez joga van a hatalomnak, hogy megmondja, hogy ki az ellenség, és a bírónak az a dolga, hogy az ellenséget elítélje. Tehát ez a totális rendszer ezt jelenti. Tehát a gazdaságban is azt jelentette ez a rendszer, hogy ez a tervutasításos rendszer, ez az önálló kezdeményezést tulajdonképpen a minimálisra csökkentette az üzemekben, hiszen a vezetőknek nem lefelé kellett figyelni a dolgozók felé, hogy mi a véleményük, mert az ő kinevezésük, az ő előrejutásuk, mindenféle egzisztenciális helyzetük felülről függött, nem attól, hogy a beosztottak mit gondolnak róluk. És minden területen így volt. Tehát a közigazgatásban. Na most a pártállami modell, mert erre épült a sztálini modell, a pártállami modell kiépítése, ez azt jelentette, hogy a közigazgatásban megszüntették a volt önigazgatást, az önkormányzatokat, és helyette létrehozták a tanácsrendszert. Most itt nem az elnevezésen van a hangsúly tulajdonképpen, hanem ez a tanácsrendszer a szovjet modellt másolta le. Azért hozták létre, hogy ez a szervezet volt az, amelyik kijelölte, végrehajtotta a beadási rendszer, tehát kinek mennyi adót kell kivetni, mennyi beszolgáltatást kell teljesíteni. Ott döntötték el, hogy ki a kulák a faluba. Innét történt a
innen történtek a likvidálások, hogy kit vigyenek el a faluból, stb. Tehát egy olyan szervezetté vált, amelyik nem a helyi emberek olyan valamiféle társulása, amelyik megoldja a helyi problémákat, hanem arra figyelt, hogy fölülről mit mondanak, és azt hajtotta végre. A parasztságtól papírforma szerint nem vették el a földet, csak a föld fölötti rendelkezés jogát vették el. Ami azt jelenti, hogy a földjének hasznából nem a saját akarata szerint részesedik, hanem amire csekélyke módot kap. Nagyon sokan nem voltak képesek túlélni ezt az időszakot, vagy azért, mert fizikailag, vagy már a szellemi megnyomorítás következtében föladták ezt az életformát, és fölajánlották a földjeiket, nem gazdálkodtak, elmentek állami alkalmazottként iparba, erre, arra, vasútra, stb. Dolgozni. Néhány nagyobb parasztgazdaság volt, amelyik valamilyen módon túl tudta ezt élni. Emellett, hogy a gazdák között volt egyfajta szolidaritás, azért úgy általában ismerősök, rokonok körében is megvolt ez a szolidaritás, hogy példát említsek, ugye az állandó Demoklész kardjaként a parasztok fölött lógó végrehajtás, tehát ugye bizonyos dolgokat nem tudtak teljesíteni, elvárásokban akkor jött a foglalás, jött a végrehajtó, és hogy azért ne tudjon lefoglalni mindent, vagy elvinni olyan régi családi gyerekéket, vagy amik a hétköznapokhoz kellenek, ezt ismerősi körbe odaadták, és náluk volt. Hát nálunk is a lakás szinte kiürült, az értékesebb bútor, sőt ruházat is sok esetben olyan embereknél volt, és hát mi éltük igazából valójában szegényesen a hétköznapokat. Az én szüleim rengeteget dolgoztak, mindig élenjáróan a hétköznapi kinti földmunkákba, a fogattal, a lóval, végezték a munkákat, édesanyám megfőzte az ebédet, melegen a fején vitte ki sokszor az ebédet utánuk, különösen aratási időszakban volt közöttük egyfajta összefogás, tehát nagyon-nagyon nehezen, sok munkával tudták ezt túlélni, de számomra mondom még egyszer, nagyon furcsa volt ez az érzés, hogy miért mondják akkor azt az én szüleimre, vagy a hasonlókra azt, hogy népnyúzók és a nép ellenségei. Édesapám tekintve, hogy 1910-es születési volt, a háborúban is katonaként, tényleges katonaként szolgált. 1945 őszén került vissza a fogságból Szekszárdra, és a testvére és a szülei földjét és a saját földjét összevontan kezelve, mondták azt, hogy 35 katasztrális holdon gazdálkodik, dolgozik, tehát ebbe az úgynevezett kizsákmányoló kulák kategóriába tartozik. És hát, tehát egy ilyen helyzet alakult ki, tőlük olyan elvárások voltak beszolgáltatásokkal, meghatározott mennyiségű disznót, vagy terméket, zsírt, vagy tojást, vagy tejet kellett szinte félére kirodaadni ebben a beszolgáltatási időszakban. És hát természetesen ezek oly feszítettek voltak, amit nehéz volt teljesíteni, ebből adódóan aztán állandóan a büntetések pénzbírságokba, és hát sajnos több esetben börtönbüntetéssel is zárultak. Börtönbüntetésre ítélték, és Komlón a kőbányába került, és a végrehajtása ennek az elzárásnak. De én emlékszem azokra az időkre, amikor édesanyámmal mentünk busszal Bonyháron keresztül Zobák pusztára, és várakoztunk, hogy na vajon a barakokból, és lestük, hogy mikor, melyik barakból tűnik fel az arca képe. És volt olyan is, hogy mert valaki valamit elkövetett ott a rabok közül büntetésként, senki nem találkozhatott a hozzátartozójával. Tehát Potyára mentünk el meglátogatni. És ez számomra, mint kisgyerek számára borzasztó volt, mert igazából ugye egy gyerek nem tudja azt eldönteni, hogy most az apja tényleg bűnöző, vagy pedig a rendszernek ez a könyörtelen és embertelen módszere kényszerítette abba a helyzetbe, hogy az apját irány körülmények között látogathassa meg. Hogy ezek a beszolgáltatás és egyéb más dolgok voltak, rengeteg olyan igazságtalanság történt, egyszerűen kisajátítottak földterületeket. Nekünk nagyon sok helyen volt földünk, és jó helyen volt, hiszen, ahogy mondtam, a család elég nagy kiterjedésű volt, és itt a város közelében is nagyon frekventált helyeken voltak földterületei. És egyszer csak jött a papír, hogy a állam javára, közcélra kisajátítják, szinte ellenszolgáltatás nélkül. Soha nem felejtem el, amikor édesapám mesélte, hogy a Tarcsai utcában az egykori ávós laktanyom, a rendőrség épületében ott volt egy földünk, és
valaki szólt neki, hogy Jóska, építkezel, ott van a tégla a földeden, és mondja, hogy ő, hát hogy mit építkezne, hogyan. És akkor jött a papír, hogy ingyen és bérmentve kisajátítják, és az ávós laktanyát ott létesítették a Tarcsi utcába. De mondhatom a tüzépet a vasútállomás mellett, mondhatom a mai mevakót, az egykori gépjavítót, mondhatom a terményforgalmit, mondhatom az Aliszkavin egykori telepét. Erről mindről megvannak azok a dokumentumok. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben, mert több szekszárdit is érintett ez a kisajátítás, fillérekért történő kényszerkisajátítás, de sajnos nekünk is több területünk tulajdonképpen sem is üt meg úgy, hogy ezt egyszerűen elvették fillérekért. Tehát ha valójában azt néznénk, hogy ennek milyen valódi mai értéke van, akkor én azt gondolom, hogy a későbbi kárpótlás ez semmit nem jelentett a tekintetben. Édesapámot ugye ezekért a dolgokért hulcolták meg, de a két testvérbátyámnak az életét is teljesen keresztbe vágta ez a rendszer, hisz mindketten nagyon jó tanulók voltak. Az idősebbik bátyám, amikor jelentkezett a gimnáziumba, és az akkori igazgató elé került, nagyon örült, hogy ilyen bizonyítványa, ki vagy te, mi vagy te, honnét jött, és akkor mikor mondta, hogy kicsoda, akkor olyan embertelen módon kapta a letolást, hogy mit képzel, lopja itt az idejét az igazgató úrnak, hogy mert ide elé jönni kulák gyerekként. Egy életre eltanácsolták a továbbtanulástól. Na ebből okulva a fiatalabbik bátyám abban az időszakban nem Szekszárdon, hanem a vidéken próbált elhelyezkedni egy ipari iskolába, tehát szakmát tanulni, mivel hogy így úgy néz ki, hogy a mezőgazdaságban semmi jövő nincs. És karácsony táján ismerős tanár szólt neki, hogy figyelj, kell néhány gyenge egyet beírnom az ellenőrződbe, illetve a naplóba, mert kezdenek fölfigyelni rád, hogy jó tanuló vagy. És ekkor azt mondták, hogy kiderült volna, hogy hát a származása, a kulák származású. És innétől kezdve, hogy egyáltalán még az ipari iskolát is elvégezhesse. Szerszámlakotási szakmát szerzett egyébként Székesfehérvárot. Így kellett. Tehát ők, ez a, hogy mondjam, ez az erkölcsi rombolás, mert ez valójában az, őnekik az életük ment tönkre ezáltal, hogy ugye sem tisztességes szakmát nem tudtak találni, anyagilag kiforgatták őket, és az életük megpecsételődött, hogy a tudásuknak megfelelően nem tudták hasznosítani. És azt gondolom, ez nagyon nagy luxus volt akkor ennek az országnak, hogy ennyi sok embert tulajdonképpen lehetetlenítettek, és ezzel óriási károkat okoztak. Bírósági tárgyalást indítottak beszolgáltatás hiányában. 13-an voltak vádlottak, és hát ugye mind olyan témában, hogy beszolgáltatást nem teljesítette. Én tisztában voltam vele, nálam minden pontosan volt vezetve, és azt is tudtam, hogy nem tartozunk semminek. És akkor én elmentem a tárgyalásra, és megmondtam édesapámnak, hogy ha rákerül a sor, akkor mondja meg, hogy a gazdaságunk ügyeit én intézem. Kint vagyok a folyosón, azért nem jöttem be, mert ha bejöttem volna, akkor nem lennék kihallgatható. Így is történt, be is hívtak. Volt ott egy ügyész, aki korábban Szabó segéd volt. Annak elmondtam, hogy miről van szó, de hát mintha falnak mondtam volna. Elég az hozzá neki, az én igazolásom lapja, azt kellett volna mondani, hogy elejtem a vádat. Tehát ezt nem mertem mondani, gondolta azt, hogy döntsön a bíróság. Az utolsó szójogán nagyon csúnyán kikeztem, és nagyon-nagyon megdicsértem, úgyhogy a két ülnök a tárgyalás után a folyosón külön gratulált nekem ezért a cselekményért. Na elég az hozzá, hogy hát ennek alapján édesapámat meg engem fölmentettek. Mert szóval engem is bevádolt mellette, én lettem a 14. vádlott, 12-t elítéltek, kettőnket nem ítéltek el. Ezután az ítélet után, miután két kulákot fölmentett, azonnali hatállyal a bírói testületből kitették, és akkor elment ő innen polgári riparterepekre, az ott van Fehérvár után. Ott volt egy nagy állami keltetőtelep, és ott volt valami ismerőse, és az őt ott alkalmazta írnoknak. Így nézett ki Rákosi időben a bírói függetlenség. Elhelyezkedni az ég adta világon sehova nem tudtam. Csak politikai oka volt, semmi más. A kuláklista, mert
A Kulák listán volt édesapám, a Kulák listán volt a nagyapám. Én azért nem voltam a Kulák listán, mert az én nevemen nem volt vagyon. Ez a hatalom kiépítette a besúgó rendszerét, amelyiket most kezdenek el feszegetni országos szinten, de ez a jéghegy csúcsa tulajdonképpen. Nem tudjuk még, hogy milyen mélyre nyúlnak ennek a gyökerei, hiszen a hatalom, mivel totális hatalom volt, mindenről tudni akart. A legmegbízhatóbb kádereit is figyeltette. Mit mondanak, hol mondanak, baráti körben milyen véleményt mondanak, milyen véleményt mondanak a családban, ha ez kideríthető, hát a besúgó rendszer erre is ráépült. Tehát a bizalmatlanság légköre árasztotta el az országot. Ez a fogalom azt jelenti, hogy nem akartak olyan területet, ahol a hatalom nincs bévül, nem bévülről látja, hogy mi történik. Ez az idő kitermelt egy olyan fékentartó, felügyelő hálózatot, mondjuk úgy, hogy erőszak szervezetét és annak hátterét, hogy elképesztő. Az AVH történetéről írott könyvek 45 ezer hivatásosról beszélnek, és azok hátterében akár 70-80 ezer ügynökről és nem státusba levő, de alkalmilag térítés kapó besúgóról. Én úgy gondolom, hogy ebbe két dolog közrejátszott. A megélhetési kényszer, netalán nagyon kevesekbe valamilyen baloldali, tehát a kommunizmus iránti vágy, meggyőződés, hogy létezhet egy ilyen társadalom, ahol mindenki egyenlő, és pártunk és államunk mindenkinél mindent jobban tud, és mindenkinek jó lesz. Ezek lehettek nagyon kevesen. És igen sokan voltak, lehettek a megzsaroltak, akiket valamilyen alapon meg lehetett zsarolni. Akarod, hogy a gyereked tovább tanulhasson? Akkor néha elbeszélgetünk. Akarod, hogy kirándulhassatok mondjuk az Adriára? Vagy bűnügyed lehet abból, amit eltitkoltál? Vagyonodra nézve, származásodra nézve, ha ez kiderül, vége a kenyerednek. Akarod, hogy kenyér nélkül legyél, vagy néha elbeszélgetünk. Magyarországon volt egy jelentős proletár réteg. Hát az agrárproletárok voltak a nagyobb létszámban, de az ipari szegények száma sem volt jelentéktelen. Ha őnekik fölkínáltak jelentős lehetőséget, mondjuk úgy, hogy fölzárkózási lehetőséget. Szép szóval még úgy is mondhatjuk, hogy első generációs értelmiségé válás lehetőségét. Hát ezért én azt hiszem, hogy hajlandók voltak erkölcsi, etikai mellékutakon járni. És a legjobb ismerőseikre is akár rosszat mondani, rátámadni a saját boldogulásuk érdekében. Azt hiszem, hogy ezekben az emberekben talán generációk óta fölhalmozódott egy ilyen elnyomottsági komplexus. És azt kívánták talán így gyorsított tempóba ledolgozni és elfelejteni. Ezt a folyamatot úgy hívták, hogy káderképzés. Minden létező helyre egy fő szempont alapján képeztek, úgynevezett gyors talpaló módon különböző szintű vezetőket. Adott esetben még miniszter helyettes is lehetett valaki, én is ismertem egyet,
akinek csak 6 általánosa volt, mert az ő gyerekkorában még csak 6 elemi iskola volt. Ezek a gyors talpalók, ezek fél évtől pár évig tarthattak, és a kikerült anyag utasításra bármit, bárkivel megcsinált. Más téma, vagy ez már egy súlyosabb eset, hogy kik voltak a verő emberek, a börtönőrök. Mert azt már nem önként, egy sima megfenyegetéssel nem lehet rávenni valakit arra, hogy verje le a rabnak, vagy az elítéltnek a veséjét, csak úgy szórakozásból, mint ahogy a Körmös Bauer meg a Tökös Pető tette szórakozásból. A jelenleg közkézen forgó politikusok apjairól van szó, apáiról van szó. Ezt a tényt egy olyan személy mondta el nekem, már itt Tamásiba, akit ő saját lábbal rúgott alfélen. Rákosi nem tudta a másod hegedűséget elviselni. Még úgy sem, hogy azért a szava ott volt a döntésekben, de nem bírta elviselni ezt a döntést. Nagy Imre meghirdette, hogy a parasság a nehézipart visszafogta, a parasságot levegőhöz juttatta, és ez a Rákosi csoport érdekeivel ellentétben volt. A parasság, ha lehetséges, akkor keményebb megszorítást kapott, mint előtte. Visszatért az a rendszer, ami volt, és ugyanúgy tért vissza, ez volt Rákosiék tragédiája, hogy ugyanúgy elfogyott a kenyér a boltokból. Rákosiékat ez nem ingatta volna meg alapvetően, csak később jelentkezett volna a probléma. Alapvetően Rákosi helyzetét az ingatta meg, hogy 1956 tavaszán lezajlott az SKP 20. kongresszusa. Hruscsov beszéde egyértelműen feltárta a sztálini rendszer hibáit. Azt, ami Magyarországon itt próbáltuk érinteni ennek a rendszernek a legfontosabb elemeit, de hát itt azért sok minden másról is szó volt ezzel együtt. Szovjetunióban ez sokkal hatványozottabban érvényesült, és Hruscsov feltárta ezeket az ellentmondásokat az emberek százezreinek a gulágra küldését, a kolhoz-szovhoz rendszer ellentmondásait, a háborúban, Sztálin háborúban elkövetett bűneit, a tábornokok kivégzését, a kommunista vezetők kivégzését. Tehát Rákosira lehetett ismerni Sztálin bűneiből a magyar politikában. És 1956 tavaszán a magyar politikai elitben elkezdődött az a folyamat, amelyik aztán feltartóztathatlanná vált. Ezek az ellentmondások, amelyek társadalmi feszültségekhez vezettek, amelyek társadalmi bajokhoz vezettek, ellátási gondokhoz vezettek, aztán a demokrácia hiányához vezettek, hiszen ez az egypártrendszer, a pártok felszámolása, amiről itt nem esett szó eddig még, hogy hogyan történt. Tehát a pártok felszámolása, a demokrácia hiánya, a kontroll hiánya a rendszerben, nem működött olyan kontroll, amelyik megállt, tudott volna parancsolni. Ezek oda vezettek, hogy Rákosi pozíciója megingott. Én azt hiszem, hogy az oroszok jobban látták, hogy mi nem megy nálunk, illetve hogy nálunk nem megy ez a vak diktatúra. Nem megy.
minden valamire való vezető beosztott mellett orosz úgynevezett szaktanácsadó dolgozott. Ezek a szaktanácsadók gyakorlatilag a moszkvai direktíváknak a közvetítői és bevasalói, végrehajtatói voltak. Így az orosz vezetés teljesen tisztában lehetett avval, hogy a magyar népben a hamu alatt valami parázslik. Nincs megelégedve a helyzetével. Nem erre gondolt, amikor neki demokráciát ígértek. Még a nincstelenek is úgy érezték, hogy nem erre gondoltak, szóval nem erre vágytak.